Az első pontban Balczó Zoltán és mások az első pont módosításával eseti bizottság létrehozását kezdeményezik. A javaslat összefügg a harmadik ponttal, így ezekről együtt döntünk. A Jobbik kérésére szavaznak. Kérem, szavazzanak! 9. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 44 igen, 284 nem, és szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A második pontban Novák Előd a határozati javaslat első pontját a választójogi reformra vonatkozó előírásokkal kívánja kiegészíteni. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 35 igen, 294 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A negyedik pontban Novák Előd az első pont módosításával a beterjesztési határidőt változtatja meg. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 284 nem szavazattal és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. A házszabály 106. szakasz 8. bekezdés alapján elfogadott módosító javaslat hiányában sor kerülhet a záró szavazásra is. Kérdezem a tisztelt országgyűlés. Elfogadja-e a H/3523 számú bizottsági önálló indítványt? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot. 328 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Soron következik az egyes eljárási és az igazságszolgáltatás terinti egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az Alkotmányi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát H/3522 számon, az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság ajánlását pedig T/3522/38-as és 50/51-es számon kapták kész ez a képviselők. Az előterjesztési szó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 3., 9., 11., 23., 27., 28., 29., 31., 32. és 34. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezekről nem határoz az országgyűlés. Az ajánlás 2., 4., 5., 7., 16., 19., 24. és 25. pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók kérték ezekről a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 6., 8., 10., 15., 20., 22. és 26. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 7. és 8. pontjait támogatják. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért az ajánlás 20. és 22. pontjairól, ez utóbbiról a Jobbik is indítványozta a külön szavazást. A további támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 12., 13., 14., 21., 30. és 33. pontjait. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat a külön szavazásra két indítványok kivételével? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 240 igen, 57 nem és 36 tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a külön szavazásra két indítványokra és azok alternatíváiról döntünk. Az ajánlás 20. pontjában Cserh Palkovics András a 23. szakaszban a büntető eljárási törvény 554/H szakaszának módosítását javasolja azzal, hogy kiemelt jelentőségű ügyben az őrizet első 24 órájában megtiltható a terhelt és a védő kapcsolattartása. A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Rubovszky György a rendelkezés módosításával azt kezdeményezi, hogy az ügyész döntésére a kapcsolattartásra csak felügyelet mellett legyen lehetőség. A két javaslat alternatív tartalmú. Ugyanakkor mindkét indítvány elfogadását kizárja az ajánlás 19. pontjában Bárándi Gergely, Rubovszky György, Dorosz Dávid és Sifer András, valamint Gaudi Nagy Tamás módosító javaslata, amely a védővel való kapcsolattartás tilalmának szabályát tartalmazza. Először tehát az ajánlás 19. pontjáról szavazunk, amelyről az LMP kérte a határozathozatalt. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 88 igen, 244 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. Most a kiegészítő ajánlás 5. pontjáról döntünk. Rubovszky György javaslata szerint a bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 244 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 20. pontjában szereplő támogatott javaslatról szavazunk, amelyről az MSZP kért külön szavazást. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 230 igen, 104 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az ajánlás 21. pontjában Bárándi Gergely, valamint Róbovszki György a 23. szakaszban az eljárási törvény 554 per nagy elszakaszának elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés a kiemelt jelentőségű ügyben a gyanúsított kihallgatásának körülményeiről és a védő részvételének kizárásáról rendelkezik. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 22. pontját. Kérem, szavazzon! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 85 igen, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 22. pontjában Cserpalkovics András indítványáról döntünk. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP és a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 247 igen, 84 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. A bizottsági állásfoglalásra és frakció kérésre figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 4. pontjában Bárándi Gergely, valamint Orosz Dávid a 8. szakaszban a büntetőjárási törvény 209. szakasz első bekezdésének elhagyását kezdeményezi, amely a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szubszidiárius szabályokat tartalmaz. A javaslat elfogadása kizárja az 5. pontot. MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 89 igen, 247 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 5. pontjában Gaudi Nagy Tamás javaslata következik. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 86 igen, 247 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 7. pontjában Bárándi Gergely a 11., 12. és 13. szakaszok elhagyására tesz javaslatot. Ezek a rendelkezések az eljárási törvényben a vádemelés elhalasztásának részletszabályait tartalmazzák. MSZP kérésére szavazok, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 52 igen, 249 nem is 35 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 16. pontjában Bárándi Gergely, valamint Schiffer András a 23. szakaszban a büntetőeljárási törvény 554 per nagyobb szakaszának elhagyását kezdeményezi, amely a poligráf alkalmazásának lehetőségét teremti meg a tanúvallomás esetén. A javaslat elfogadása kizárja a 17. és 18. pontokat. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 278 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 17. pontjában Dorosz Dávid azt javasolja, hogy a poligráf alkalmazására csak a tanú beleegyezésével kerülhessen sorra. 18. pontban Gaudi Nagy Tamás azt kezdeményezi, hogy a gyanúsított kérelmére saját vallomásának alátámasztására kötelező legyen a poligráf alkalmazásának elrendelése. A két javaslat egymás mellett is elfogadható. Először a 17. pontról töltünk, amelyet a bizottság támogat, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 246 igen, 90 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az ajánlás 24. pontjában Gaudi Nagy Tamás a 23. szakaszban a büntetőjárási törvény 554 per nagy Q szakaszában a tanú kihallgatásának szabályát javasolja elhagyni. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen, 297 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 18. pontjáról szavazunk, amelyet a bizottság nem támogat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Nyolcvanat igen, 245 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 25. pontjában Gaudi Nagy Tamás, a 24. szakasz második bekezdésében a polgári perrendtartási törvény kiemelt jelentőségű perekre vonatkozó új szabályának elhagyását kezdeményezi. A Jobbik kérdésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 90 igen, 244 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. A határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazás a jövő heti ülésünkön kerül sor. Soron következik az atomenergiáról szóló 1996. évi 116. törvény, valamint a fegyver és biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 159. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés téper 3288-as számon, az egységes javaslatot pedig téper 3288-ben 35-ös számon kapták észre ez a képviselő. Mivel egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat két szakaszban tárgyalja meg az országgyűlés. Az első szakaszban az ajánlás első pontjának megvitatására kerüljön sor, amely a fegyver és biztonsági őrségről szóló törvényt módosítja. A második szakaszban pedig az egyes energetikai tárgyú törvények módosítását kezdeményező másodiktól hatodikig terjedő pontokban szereplő összefüggő javaslatsor vitája következzen. A kezzel egyetért kérem kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvita első szakaszát a téper 3288-as számú ajánlás első pontjára. Kérdezem, valaki fel akar-e szólalni 6 perces időkeretben? Igen, megadom a szót Báránt Gergely képviselőnek, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szintén szólva, délután talán nem csak én gondolkodtam azon, hogy miért ragaszkodik ahhoz a Fidesz, hogy a villamos energiáról és a földgáz ellátásról szóló törvényről szóló módosító javaslatokat mindig egy teljesen más témájú törvényhez benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatban nyújtsa be, és ilyen formán öltsön ez testet az országgyűlés előtt. Persze lehet, hogy valamilyen fajta fogadást kötöttek erre, és az a kérdés, hogy ki tudja a legabszurdabb törvényt kiválasztani. Emlékeztettem a tisztelt országgyűlést arra, hogy... Bocsánat, képviselő úr, ön a kettes pontról beszél, de most csak az elsőnél tartunk. Köszönöm szépen. Göndör István képviselő másodikról, szintén Józsa István képviselő úr, szintén a másodikról, vagy az elsőről. Képviselő úr, elsőről? Igen, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, természetesen betartva a záróvita szakaszait, az első szakaszhoz kiválok hozzászólni, és ezt a módosító indítványt támogatom. Köszönöm. Megkérdezem Puk László képviselő urat, hogy ő melyikről szeretne most felszólalni. Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e még jelentkező erre az első szakaszra? Jelentkezőt nem látok, így a záróvita e szakaszát lezárom. Most megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás másodiktól hatodikig terjedő pontjára, és akkor most kérdezem meg, kíván-e valaki felszólalni, és akkor most új jelentkezés, te jó Isten, új jelentkezési sorrend van, elsőnek Göndör István képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy én az elején hadd mondjam rögtön azt, hogy így kormányoznak önök. Egy olyan törvényjavaslatnak tartunk az árószavazásánál, és ne haragudjanak, hogy néhány mondatot visszaidézek, mert hitem szerint önök sem tudják, hogy mi van most az asztalukon. Az atomenergia békés célú alkalmazása és ennek fegyveres biztonsági őrzéséről szóló törvényjavaslat
különböző biztonsági célkitűzésekkel az emberi környezet védelméről, az országgyűlés szerepének bővítéséről, a felügyeleti szerv létrehozásáról és a nukleáris pénzügyi alap forrásairól, a hatósági eljárás engedélyezési folyamatáról. Ezzel szemben ugyanúgy, mint ahogy ezt tették március 16-án, amikor az egyes energetikai tárgyú törvényeket terjesztették a ház elé, és aztán tették e hónap 6-án, amikor az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslatban szintén a villamosenergia és a gázszolgáltatásról szóló törvényt is módosították. Tisztelt kormánypárti képviselő urak, önök Barsai Istvánt, a alig pár órával ezelőtt megválasztott alkotmánybírósági tagot hozzák olyan helyzetbe, mert én nem megbántani akarom az elnök urat, de neki nem kell az energetikai kérdéseket ilyen mélységbe ismerni, de azt gondolom, hogy a rendszerhasználati díj, a számlázási kérdések, az energiahivatalnak a gáz- és villamosenergia közszolgáltatókra vonatkozó adatkérését, a miniszter számára szóló adatszolgáltatást, a miniszteri rendelet alkotásnak a mikéntjére vonatkozó szabályokat és különböző díjak alkalmazásának a szabályait, azt gondolom, hogy nem az atomenergiáról szóló törvényben kell szabályozni. Tehát ha ezt az indítványt bármely ellenzéki képviselő nyújtotta volna be, akkor egyetlen pöccintéssel lelökték volna az asztalról, hogy nem házszabályszerű, semmi köze nincs, nincsenek nyitva ilyen paragrafusok. De szeretnék még szebbeket is mondani. Az egyes energetikai tárgyú törvények, amelyet március 16-án fogadtak el, ezt módosították már június 6-án, és ezt a módosítást próbálják meg ennek a törvénynek a zárószavazása révén újra módosítani. Azt gondolom, hogy ezt így nem lehet megtenni. Kérném az Alkotmányi Bizottságot, hogy vonuljanak vissza ebből a kérdésből. Ebben az esetben tudnánk támogatni az atomenergia alkalmazásról és annak biztonsági őrzéséről szóló törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Puk László képviselő úr parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, képviselőtársaim rávilágítottak, hogy hát itt azért ezben a törvénykezésben hát enyhén szólva nem mindig előkészített módon történnek a folyamatok. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a módosító indítványban az első részben, ami a magánvezetők üzemeltetőkre vonatkozó szabályozást pontosan harmadszor módosítják. Azt szeretném kérni a kormánypárti képviselőt, hogy vegyék elő az energiáról szóló törvényt, és csináljunk egy olyan törvényt, amiben egyszer végig gondoltuk, és utána az használható, és nem kell három hetenként újra és újra elővenni, mert azt gondolom, hogy az előterjesztő Balsa Istvánt, ha megkérdezném, hogy tudja, hogy mit szabályozott ez a módosító indítvány, erősen nem lenne a válasz. A másik, amit azt gondolom, hogy itt július 1-ét a szállítási rendszerüzemeltetői díj mellett egy földgáz rendszerirányítási díjat is bevezetnek. Ezt gondolom a képviselőrök mindannyian tisztában vannak, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, ahogy gondolom, hogy előkészül egy olyan szabályozás, ami a magyar földgázszállító és villamosenergia rendszerben egy új átviteli és egy irányítási rendszer szétválasztása lehet, ami akár az MVM csoport, akár a MOL csoporttal kapcsolatosan van. Ez még támogatható is lenne a részünkről, ha ez végig van gondolva, és tudjuk, hogy körülbelül milyen hatásai vannak majd a MOL részvény árfolyamára, amit most az urak döntése alapján egy pár héttel ezelőtt megvásárolt a magyar állam jelentős részesedésbe. Hogy fogja ez az egész az energiabiztonságot szolgálni? Mi van a szlovák-magyar gázvezeték és akkor itten az üzemeltetések kapcsolatos kérdéskörökkel? Tehát én úgy gondolom, hogy érdemes volna erről érdemben beszélni, és nem egy alkotmányügyi bizottsági módosító indítvány kapcsán, és erre tényleg komolyan kéne, egy picit végig kéne gondolni, hogy ezt meddig lehet. Aztán itt van a nap csúcspontja, amikor a rendszerhasználati díjat meghatározni a miniszterre bízza a mai módosítás. Ez sok mindent elárul az eddigi munkáról.
Gyakorlatilag július 30-áig kellett volna egy rendeletnek készülni, ami a Független Energiahivatal ezt a munkát elvégzi. Ez valószínű nem készült el, ezért a törvény most december 31-ig a miniszternek ad erre hatáskört, hogy ezt meghatározza. Ezzel sok minden probléma van. Az egyik az, hogy az Európai Unióban azt gondolom ez egyedülálló lesz, amióta az energetikai irányelveket elfogadták, ahol nem egy független hatóság fog igazságot szolgáltatni, hanem a kormány fogja eldönteni, ki mennyit kap, és hogy fog ez a szabályozás ehhez képest működni. Én bízom a miniszter úr bölcsességében, mert a törvényben, a módosítóban azért beírták, hogy az energiahivatal által szolgáltatott adatok alapján fog dönteni a miniszter, de én azt szeretném kérni, ha december 31-én, ha megint nem készül el az a szabályozás, ne 29-én hozzuk be, hogy jövő évben még egyszer a miniszter határozza meg, és szeretném a kormánypárti képviselők figyelmét arra felhívni, hogy ez hosszú távon nem tartható módszer, és biztos, hogy nagyon elegáns, nem is nagyon elegáns, de azt gondolom, hogy szakmailag is egy elfogadhatatlan állapot, hogy ilyen módon törvénykezünk ilyen nagy horderejű ügyekben. Én azt nem várom el önöktől, hogy az előző időszak, az előző 8-10-12 évben egy konszenzus törvénykezés volt hosszú távon az energetikai rendszerek tekintetében, hogy ezt kövessék, mert a fülkeforradalom után önöknek természetesen mindenre joguk van. De azt viszont szeretném a figyelmükbe ajánlani, hogy óránkénti való változtatások és végig nem gondolt szabályozások behozatala, mert pillanatnyilag egy-egy problémát lehet, hogy megoldanak, de később sokkal több problémát okoznak. Ezt legalább önmaguk között gondolják végig, kérjék ki, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És hát azt hiszem, hogyha Balsai képviselő úr, elnök úrnak, aki a bizottság elnöke, föltennénk a kérdéseket, hogy ő tudja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság ma mit terjesztett be, érdekes válaszokat kapnánk, nagyon biztos, nagyon felkészülten, pontosan tudja az energetikai szabályozást. Én azt szeretném még egyszer mondani, képviselő, gondolják végig, ne tegyék ezt se az ellenzékükkel, se saját magukkal, de elsősorban ne egy szakmával és ne az országgal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bárándi Gergely képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, most már jó helyen, és tekintettel arra, hogy a képviselőtársaim sok mindent elmondtak, a körítéseket abszolút mellőzni fogom. Azonban hadd utaljak arra, ami az Alkotmányügyi Bizottság ma reggeli délelőtti ülésén történt. Szeretnék ebből a jegyzőkönyvből önök számára olvasni valamit. Azért tanúságos, mert ugye önök sokszor vitatják, hogy valóban itt koherencia zavarról van-e szó, vagy nincsen, az ellenzék ezt jól értékeli, vagy nem. Nos, hát álljon itt egy idézet. Akkor megkérdeztem a bizottság ülésén a helyettes államtitkárt, aki képviselte a kormány álláspontját, hogy tehát ez egy olyan javaslat-e, amely az atomenergiáról és a villamosenergiáról szóló törvények közötti koherencia zavart küszöböli ki, vagy pedig önmagában a villamosenergiáról szóló törvényben és a földgázellátásról szóló törvényben mutatkozó koherencia zavarokat küszöböli-e ki, akkor, és ehhez hozzátettem, hogy ha netán itt az első esetről lenne szó, akkor egy-két mondattal megvilágítaná nekem az államtitkár úr azt, hogy hol vannak ezek a pontok, amik a koherencia zavart jelentik. Erre az államtitkár úr átadta a szót a főosztályvezetőnek, aki a legilletékesebb ő szerinte ebben a témában a minisztériumban. Ő pedig a következőt válaszolta. Szó szerint ide, köszönöm. Én erre annyit mondanék, hogy a másodikról van szó, és nem szeretnék ehhez többet hozzátenni. Nos, tisztelt országgyűlés, ez nem jelent mást, mint hogy a kormány maga, a kormány képviselője maga ismeri el azt az Alkotmányügyi Bizottságnak az ülésén, hogy szó sincs koherencia zavarról, éppen ezért ismét egy olyan javaslattal állunk szemben, amelyet házszabályellenesen terjesztettek elő, és csak a többség szavazata, mondhatnám azt is, arroganciája teszi azt lehetővé, hogy az Alkotmányügyi Bizottság egy az előterjesztő által is házszabályellenesnek ítélt javaslatra mégis azt mondja, hogy házszabályszerű. Én azt gondolom, hogy ez a gyakorlat, ez tarthatatlan. És nem fogok felszólalni, de van egy 22. napirendi pontunk is, ugyanez a helyzet történt ott is, annyi különbséggel, hogy a 12 előtt 30 másodperccel, tehát a határidő előtt 30 másodperccel nyújtottak be egy zárószavazás előtti módosító javaslatot, egészségügyi tárgyú törvényhez, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt módosítják.
Egy alkotmányügyi bizottsági ülésen három ilyen esettel találkoztunk, amiből ez az egyik. Én azt gondolom, hogy ez tarthatatlan. Azt is gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy önöknek kötelessége lenne most, kormánypárti képviselőtársaimnak, de legalább a kormány képviselőjének megindokolni azt, hogy önök szerint miért házszabályszerű ez a javaslat, és miért kérik elfogadtatni. Vagy hogyha belátják azt, hogy ahhoz hasonlóan egyébként pontosan ugyanebben a témában, ahogy egyébként Göndör István képviselőtársam szintén elmondta már, Szijjártó Péter fizetéséhez benyújtott javaslathoz csatolták hozzá az energiaszektornak és a gázszektornak az átszabályozását, akkor önök összehívtak egy gazdasági bizottsági ülést. Én azt gondolom, hogy ha az akkor helyes volt, akkor az most is helyes. Ugyanis ezt a javaslatot nem az áróvitában, és főleg nem az alkotmányügyi bizottságnak kell megtárgyalni, hanem a gazdasági bizottságnak, amely e témakörben szakbizottság. Úgyhogy én arra teszek indítványt, tisztelt országgyűlés, hogy az elnök úr, a gazdasági bizottság elnöke hívja össze a bizottságot most, és addig tartsunk szünetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, két perces hozzászólásra Balczó Zoltán. Alelnök úrnak adok szót. Parancsoljon, alelnök úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, az élőlényeknek és talán a politikusok is azok, és az ellenzékiek is. Szerintem egy fontos tulajdonság az alkalmazkodó készség. Én próbálom ezt a tulajdonságot magamban felfedezni. Én már teljesen elfogadom azt, hogy koherencia zavar címén hány szabásérti módon egy adott törvényhez egész más törvényeket nyújtanak be. Egyetlen egyet kérek. Én a Jobbik energetikai kabinetét vezetem. Ha ezt a hány szabásértő bizottsági módosítást megteszik csütörtökön, akkor tartalmilag érdemben föl tudunk rá készülni. Nem a hány szabásértés ma már a fő bajom. Azt, hogy jelenleg a Jobbik fontos kérdésekben, hogy villamos energia törvényre vonatkozik, érdemben nem fogunk szavazni azért, mert nincs mód arra, hogy ezeket a javaslatokat itt munkaközben érdemben átnézzük. Úgyhogy legalább ennyit kérek. Én már letettem arról, hogy házszabályszerű benyújtások legyenek, de legalább annyi idő álljon rendelkezésre. Az előző villamos energia törvény módosításnál is fél nap múlva meg tudtam fejteni, hogy Bencsik államtitkár úr végül is mi van, amikor a javaslat mögött támogattuk volna, de hát egy ilyen munka közben, ahol az ember itt benül a parlamentben, erre sajnos nincsen mód, úgyhogy legalább azt kérem önöktől, hogy a házszabálysértés kicsit hamarabb kövessék el, mint ahogy tárgyaljuk a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bödecs Barna képviselő úrnak adok szót, rendes felszólalásra, parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, botrányos. Már nem tudjuk hányadik alkalommal történik ez, hogy a kormányzat nyomására gyakorlatilag zárószavazás előtti módosítóként teljesen más törvények módosítása kerül be, méghozzá nem egy mondatokról, hanem igencsak jelentős módosításokról van szó. Teljesen egyértelmű a módosító indítványból, hogy annak indoklása nem felel meg a valóságnak. Nem gondoljuk azt, hogy ez a gyakorlat követhető lenne. Az kétségtelen tény, hogy a gáz is energia, meg a villamos energia is energia, ugyanakkor sem a villamos energiáról szóló törvény, sem a gázellátásról szóló törvény módosítása nem olyan területeket szabályoz, amelynek az atomenergiáról szóló törvény előttünk fekvő módosításához bármilyen köze lenne. A Jobbik ezért úgy gondolja, hogy ezt a mondjuk úgy, hogy az indoklásnak meg sem felelő indítványt vissza kellene vonni, és normális, házszabályszerű formában kellene beterjeszteni. Csatlakozunk az előttünk szólókhoz abban a tekintetben is, hogy ha már ilyen formában történt ez az előterjesztés, akkor az előterjesztő indokolja meg
a javaslatát, részletesen indokolja meg a javaslatát, valamint tekintettel arra, hogy nem a szakbizottság terjesztette be, indítványozom, hogy a szakbizottság ülését hívják össze és tartsanak szünetet. Továbbá szeretném felhívni a figyelmet arra a rendkívüli botrányos pontra is, amely az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény, módosításáról szóló törvény adatpontosítását is itt kívánja elvégeztetni, ami ugye ráadásul kétharmados jogszabály, és a végképp semmi köze nincsen sem az atomenergiához, sem a fegyveres biztonsági őrséghez.